Köszöntöm a nézőket! A fényes jubileum megünneplését követően sincs megállás. 31. alkalommal várta a rock, a blues, a jazz és a gasztronómia kedvelőit a Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. Az elmúlt egy hét igen tartalmas volt, ezt próbáljuk összefoglalni mai magazinunkban. Tartsanak velünk! Egész héten keresztül Paksra irányult a rock, a jazz, a blues és a gasztronómia szerelmeseinek figyelme. 2023-ban is fogadta a látogatókat a Gastro Blues Fesztivál. A zenei program idén egy apró malőrt leszámítva beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A hét elején ugye paksi zenekarok mutatkoztak be a Gastro Blues Klubban, aztán felköltöztünk ide az ASE étterembe, és itt volt egy nagyon jó hangulatú Petőfi emlékprogram, ha szabad így fogalmazni. Ugye a Loyal Apples Club lépett fel, illetve Ferenci Gyuriék. Nagyon jól sikerült, jó hosszú program volt ez is egy klubkoncerthez képest, és hát onnantól kezdve péntektől beindult a zenei maraton, ha szabad így fogalmazni. Mindenki nagyon kitett magáért, sajnos Miller Anderson ismert okok miatt nem tudott eljönni, lejárt az útlevele. Ugye most az a szabály, hogy ugye mivel kilépett Nagy-Britannia az EU-ból, így 6 hónapig érvényesnek kell lenni az útlevelének, és így nem, tehát nem figyelt erre oda, és hát nem jött el, de nagyon jó helyet is tették a magyar zenészek, akik vele léptek volna föl, és Pál Balázs Jenő beugrott, tehát így ki tudtok tölteni az időt. Elnézhető ez az apró baki egyébként? Hát nem, természetesen lesz következménye ennek, de a jövőben erre fogunk figyelni mindenképp, hogy ugye mindenre nem lehet, de erre mindenképp szeretnénk figyelni, hogy ez az adminisztrációs dolog is rendben legyen. És hát a tegnapi nap is fergeteges volt, a blues rock minden egyes része képviseltette magát, de a pénteken például a Texas Flood is nagyon sikeres volt, nagyon jó programot nyomott, és hát a templomi koncert is jó hosszú program volt, de nagyon sokfajta szeletét megmutatta a zenének. És hát itt ugye a Kárpát-medencei Gastro Blues Picnic-en folytatódik a program. Testvérvárosokból érkeznek zenekarok, például Zentáról, de Erdélyből is több csapat. Talán akiket kiemelnék mindenképp a Transzilmánia, ők ugye Sepsiszentgyörgyi központtal, illetve Baróti központtal jönnek, de Erdély különböző szegleteiből érkeznek, illetve itt lesz a Kormorán együttes, akik talán a hazai folk rocknak az egyik legjelesebb képviselői, és hát nem utolsó sorban a Dal 2023 győztese is itt lesz, a Titán zenekar. A Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál programjának egyik kiemelt állomása a Kárpát-medencei Gastro Blues Picnic. Ezúttal mintegy 20 csapat nevezett a főzőversenybe. 15-20-an főznek, úgy tudom, bár még ugye lehet nevezni, úgyhogy
várunk még mindenkit, nem tudom, hogy mikor kerül adásba, és hát valaki több fajta ételt is föl, több kategóriába nevez. Van most az idén egy különleges kategóriánk, Petőfi Sándor kedvenc ételei, ugye a Petőfi 200-ra koncentrálunk ebbe az évbe, és hát meghívtunk egy jeles zsűri elnököt is, aki a főzőversenynek a zsűri elnöke lesz, Bíró Lajos, aki ugye a Bocuse d'Or korai szakaszában vezetője volt a csapatnak, úgyhogy tényleg egy komoly szakmai tekintély van itt. Kovács János is itt van, az eddigi zsűri elnöke, úgyhogy minden főzőversenyző összeszedheti magát, ha szabad így fogalmazni. A jótékonyságról szól ez a főzőverseny. Igen, ugye kóstolójegyeket lehet vásárolni itt a helyszínen, és aki a legtöbb ilyen kóstolójegyet gyűjti be a főzők közül, azt kapja a közönség díjat. Jelképes áron lehet ilyen kóstolójegyeket vásárolni 250 forintért, és ennek a bevétele a testvérvárosunk, a Kárpátaljai Visk magyar óvodájának fenntartására gyűlik össze. De gyűjtöttünk már ugye borkóstolón, illetve a templomi koncerteknek a bevétele is erre a célra folyik be. A Paksi Reform Főzőklub Egyesület idén egy különlegességet készített a főzőversenyen. Mi már évek óta, talán a főzések kezdete óta mindig itt vagyunk a fesztiválon. Hát ami fontos, hogy jól érezzük magunkat, és egyébként meg a jótékonysági része, ugye ez a Kárpátaljai Viski óvodának mennek a kóstolójegyek, és az óvoda fenntartása, fejlesztése, egy ideig az építése volt a cél, hát most meg még nyomosabbak az okok. Milyen a hangulat? Itt a hangulat nagyon jó, úgyhogy mert nem kell senkit agitálni, hogy jöjjön, mert ide, ez egyértelmű, hogy jövünk, tehát ez a mi bulink is. Milyen finomságok készülnek? Hát ma egy zöldborsós csirkegulyást készítünk, és ez egy ilyen svábos étel, a krumplis pacsát csináljuk borkorcsolyának. Mi a forté, illetve ezt korábban készítettétek-e már úgy, hogy más is kóstolta, és nagyon ízlette neki? Nem. Zöldborsos csirkegulyást még nem készítettünk, ez most egy ötlet volt csak. Úgyhogy most fog debutálni a csirkegulyásunk. Zöldborsos csirkegulyás készül, ez miért különleges? Többek között azért különleges, mert a parasztember mindig abból főzött, ami az udvarába és a kertjébe volt. Igazából a csirke az mindig ott volt, a zöldborsónak most van, illetve múlik lassan a szezonja, a másik pedig, mivel tudomást szerzett a főzőklub arról, hogy Petőfi évében vagyunk, a Petőfi viszont nagyon szerette ezeket a házias, bőlére engedett gulyás típusú ételeket, és ezért esett így a választás, hogy mindegyik résznek megfeleljen, és abba bíztunk, hogy ez a hagyományos étel a nagy közönség tetszését is megnyeri, és nagyon sok támogatójegyet sikerül majd így begyűjteni. Mesterszakács úrnak hogyan tetszik maga a rendezvény, illetve hogyha teszünk egy kört, itt azért nagyon finom illatok vannak, jól éreztem? Természetesen. Az idő is kedvez, mert, hogy mondjam, a hűvösben jobb a közérzetünk még a főzésnél is. Az illatok jobban másképpen terjednek, mint a nagy melegben, és nekem az a véleményem most, mint gibicnek semmi se drága, nosztalgiával gondolok az elmúlt 30 évre, és úgy gondolom, hogy a jövő is ezt fogja követni, és ezen a hagyományon nem szabad változtatni, mert minden jó és minden szép benne van, az eszme és a gyakorlat együtt van. A Nemzetközi Gastroblues Fesztivál a zenén és ízeken kívül a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásról is szólt. Nem véletlen, hogy a főzőversenyen zentai delegáció is részt vett. Őszintén a fő szakácsunk, a Lucsics Viktor, már több mint 25 éve ápolja a kapcsolatot a Paksi Gastroblues Fesztivállal, és ő rajta keresztül jöttünk, tehát én valójában zenész vagyok, én csak itt inaskodok neki.
Hát miért fontos? Azért fontos, hogy ugye összetartsunk így, mondjuk, mint magyarság is, de ugye a zene is mondjuk egy nagyon fontos aspektusa szerintem ennek, a blues rock zene, amit nagyon szeretünk, és amit készíteni fognak valójában a srácok a Viktorral, az úgynevezett Leszkovacska Mutykalica. Ez mit jelent? Hát annak magyarul nem is tudom pontosan megmondani, de az egyszerűen egy olyan dolog, hogy ilyen lecsó fajta valami, de nem igazi lecsó, tehát érdemes megpróbálni, megkóstolni. Ennyit tudok mondani. Itt a sátorban milyen a hangulat a rotyogó étel mellett, mert ugye hát itt a kapcsolatok ápolásáról is szól a Gastroblues Fesztivál. Fantasztikus, fantasztikus. Hát mondom, Viktor és a Gyuri bácsi a főszervező, tehát ismerik egymást már szerintem majdnem 30 éve, és ugye mindig új emberekre bukanak, mondjuk most csak annyi, hogy elmentem vízért, és megismertem a Pötyit. Úgyhogy szeretném, lehet tudjátok, kiről is van szó, és így, tehát nagyon-nagyon laza, nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyszerű hangulat. Egész héten itt voltatok? Nem, sajnos csak tegnap jöttünk, hallgattuk egy francia bandát és a Philip Seyss-ot a sportcsarnokban, ugye, a fellépéseket, és ma mi is fellépünk nem sokára itt, és tehát sajnos csak két nap, de fantasztikus. Jövőre találkozhatunk itt veletek? Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon remélem, mert fantasztikus házigazdák vagytok, tehát le vagyunk nyűgözve maximálisan el vagyunk kényeztetve, fantasztikus minden. A Zúzoly zene szomszédságában a Birítóért Egyesület állomásánál is kiváló illatokkal találkozhattak a fesztiválozók. Egyesületként nagyon fontos, hogy itt legyünk, hogy tudjuk támogatni az ukrán települést, amit minden évben szoktunk. Mivel most készültünk, megint egy különlegesség, egy marha lábszárpörköltet készítünk egy marha patával, aminél sűrűbb szaft a világon nem létezik, úgy gondolom, pörköltként. Mi a forté, vagy titkos a recept? Semmi titka nincsen, egy jó pörköltet kell főzni, és ennyi. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor? Ez csak természetes, mindenképpen. Galánt a fő ellenőre szerint a nagy múltú több mint 3 évtizedes rendezvény alatt szerzett szomorú és vidám emlékeket nehéz röviden összegezni. A sztorik szinte kifogyhatatlanok.
Ha elkezdem mesélni, akkor a barátok közhöz mehet. Nagyon sok minden eszembe jut. Megmondom őszintén, vannak szomorú pillanatok is, mert rengeteg olyan barátom eszembe jut, aki már sajnos nem lehet itt közöttünk. Tehát ez is arról szól, hogy ugye ez a 30 év, ez lassan egy emberöltő. És vannak nagyon kellemes, nevetséges, vidám pillanatok, amire az ember visszaemlékszik. Az egyik ilyen, amikor Gyuri bácsi megkérdezte tőlem, hogy mivel érdemeltem ki, amikor a Manfred Mann-nek a gitárját sikerült kivinnem a zuhogó esőbe berakni a teherautó is, az autójukba, és akkor kérdezte Gyuri bácsi, hogy hát mivel érdemelted ki, hogy a ródja lehetsz te a Manfred Mann-nek. Úgyhogy ilyeneket is átélt az ember, és nagyon, nagyon sok emlék van. Ugye 3 évtized után sem állt meg a Gastro Blues Fesztivál, mert hogy itt vagyunk, és ez a 31. alkalom. Hogyan tetszett a hét? Hát mind az összes Gastro Blues Fesztiválos hét, ez is egy zúzós hét volt. Hát sajnos közben jött ez a malőr ezzel a Miller Andersonnal, de hát ezt leszámítva szerintem zökkenőmentesen ment. És ugye hát ez a 31 év, ez arról szól már, hogy ez egy ilyen gördülő kövek, tehát hogy amint elindul az évfolyam, akkor az már lecsurog, és szebbnél szebb, jobbnál jobb zenéket hallgatunk, az idei is ilyen volt szerintem. És különlegesség volt, hogy a programot bejelentő sajtótájékoztatón egy fenyő elültetésére is sor került. Igen, hát a sajtótájékoztató most ugye az ominózus trianoni emléknap közelében volt, és hát azzal karöltve, hogy ugye feliratkoztunk mi is a Szarka Tamás féle készfogás szám tömeges énekléséhez, ezt a pillanatot és ezt a momentumot kihasználva megpróbálunk egy olyan hagyományt teremteni, hogy Paks város testvérvárosai, magyar lakta testvérvárosai minden évben el fognak ültetni egy fát a trianoni emlékműnél, és ebből szerintem egy nagyon szép kis parkocska jöhet létre az elkövetkező pár évben. Visszatérve egy kicsit művész úrnak a bakiára, ez az útleveles malőr, ez megbocsátható kis hiba? Hát szerintem ez a 21. század betegsége, meg ez az Európa Unió, becucolok, kicucolok, ugye, hogyha valaki a jót, azt nagyon egyszerű megszokni. Tehát amint megszoktuk azt, hogy ugye odamész, ahova akarsz, azzal, akivel akarsz, és nem kell gondolkodni, akkor előfordult ilyen, hogy a vámvizsgálatnál, miután visszarakták a határokat, azt mondják, hogy uram, hát önnek nem érvényes az útlevele, de hát a személyazonosságim igen, de mivel ön már unióból kívülről, akkor sajnos nincs benne Schengenbe is így. Úgyhogy hát nagyon nehezen, de mondjuk azt, hogy ne legyünk annyira szőrös szívek, bocsássuk meg neki. A rendezvény egyik kiemelt támogatója 2023-ban is Paksváros önkormányzata volt. Már több évtizede arról szól ez a piknik, hogy mindig gyűjtünk, alapvetően ugye Visk számára, hiszen Visk az a településünk, testvértelepülésünk, amely a leginkább a hiányt szenvedi, főleg a jelenlegi helyzetben. Én azt gondolom, ezt nem kell senkinek magyarázni, hogy most milyen sajnálatos helyzetben van Kárpátalja, és ezen belül természetesen Visk is. Így igen, mindig Visk számára gyűjtünk. A korábbi években, évtizedekben mondhatnám azt, a Viski magyar nyelvi óvoda létrehozásáért fogtunk össze itt mindannyian, paksiak, de nem csak paksiak egyébként, hanem miniszterelnök úr felesége Lévai Katalin is megtisztelte a Viski magyar nyelvi óvoda átadásán a részvételével a délután az átadás fényét emelte, én azt gondolom, hiszen az ő részéről is megvolt az a szándék, az a többlet, amit ő is hozzáadott ahhoz, hogy a Viski magyar óvoda működni tudjon, és természetesen Viski magyar óvoda működése magával hozza az általános iskola, és az akár a középiskolának a működését is. De ezen túlmenően, hogy a jótékonyságról szól ez a fesztiválnak ez a vasárnapi napja, én azt gondolom, hogy igen, a 31. Gastro Blues Fesztiválról beszélünk, és nagyon remélem, hogy a 40. fesztiválon is itt tudunk majd állni. Elég erős a hangerő, így engedjék meg, hogy elnézést kérjek azért, hogy így ilyen erőteljes hangerővel beszélek. Tehát nagyon remélem, hogy a 40. fesztiválon is itt, vagy a 35.
fesztiválon is itt tudunk majd állni, és ugyanígy jótékonysági célra tudunk majd felajánlani itt összegyűlt összegeket. Igen, ez a nap, ez a vasárnapi nap, ez már alapvetően a paksiak számára nyitott fesztivál. Ingyenesen lehet látogatni, főzőversenyén zajlik, nagyszerű zene szól, de ezt azt hiszem hallják a kedves televízió nézők is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó piknik, nagyon jó kis fesztivál, úgyhogy én arra kapacitálok mindig mindenkit, hogy akár csak a csütörtöki, pénteki, szombati fesztiválon vegyenek részt, de itt valóban a vasárnapi fesztiválon is minél többen vegyünk részt. Nagyon várom már egyébként a főző versenyen résztvevőknek a mintáit, hogy milyen főző, milyen ételekkel készültek, és igen, majd születik egy eredmény, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt vagyunk együtt, jól szórakozunk, nagyon jó zene szól, és itt együtt tudunk beszélgetni közös dolgainkról, úgyhogy én örülök, hogy ezt a fesztivált minden nehézség ellenére, ugye azért itt az elmúlt években volt sok nehézség, akár említetném a Covidot, akár említetném a háború okozta nehézségeket, de igen, mindig megrendezzük, és mindig itt vagyunk, és mindig összefogunk paksiak, együtt ünnepelünk, együtt hallgatjuk a zenét, és közben együtt gondolunk akár a kárpátaljai közösségre, akár bármilyen egyéb közösségre. A programot bejelentő sajtótájékoztatón egy fenyő elültetésére is sor került, ez azóta is ott zöldel a Táncsics Parkban. Ezt a város kiemelten gondozza majd? Így van, tehát itt azt is tudni kell, hogy testvértelepüléseink is részt vesznek ezen a fesztiválon. Én nagyon örülök ennek egyébként, hogy mindig Kézdivásárhely, Galánta, Visk, Visket is képviselik most egyébként, a lelkész úrnak a felesége is itt van jelenleg, és most már Zenta is képviseli a testvértelepüléseinket, itt a határon túli magyarságot egy kicsit összefogva, és valóban arról is szól ez a történet, ez a Gastrobus Fesztivál, hogy a testvértelepüléseinket fogjuk össze, a magyarságot fogjuk össze. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eleme ennek a fesztiválnak. A Gastroblues Picnic délutánján a főzőverseny három kategóriájában hirdetett eredményt a zsűri. A legtöbb kóstolójegyet Szabó Tóni baráti köre adta el. Adódik a kérdés, jövőre ugyanitt, ugyanekkor? Igen, a helyszínek szerintem maradnak, jól beváltak már tavaly is, úgyhogy készülünk már az idén is. A Gastroblues magazint látták, munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! My friend, come here, sit down.